Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. Elmondom a színeket is. Az előszínünk T3CAA9, a hátszínünk A39D34. Tehát nyitunk egy 900x600-as lapot, és szűrök méti vévilap, így, radián és 4. És oké. Okay. Szűrők elmosás, Gauss elmosás 15. És leokéztem. Na most veszem a téglalapot, és ide rajzolok egy ilyen téglalapot, és a kézi beállításoknál az arányok megtartását kiveszem, és beállítom 155-re, és 550-re. Oké. Okay. Na most réteg új üres. Oké. Okay. És a kijelölés megmutatása. Kijelölés növeszt 20 pixellel. Ezt kitöltöm az előszínnel, szűrök, textúra, jó, merített papír volt, merített papír, szűrők, élesítés, mikrokontraszt, oké, okay. Kijelölés, elrejtése. Na most azért felbb hoznám, így. Na most bemegyünk a szűrőkbe, a torzítás körbe, és ezt a görbét felrakom a mapába, tehát görbe 0201, és leokéztem, amit ide kell majd bemásoljatok. Na most ezt megkettőzöm. Szabad átalakítással teszem 70-re, oké, okay, és a forgatás 90-essel átforgatom. Ezt felhozom egész így. Még egy kicsit feljebb, és kijebb. Tehát körülbelül ide. Ezt megint megkettőzöm. A viszítes tükrözéssel átdobom, és ezt most lehozom alulra. Tehát megnézzük, hogy körülbelül itt a távolságok egyformák legyenek, itt fent, meg itt lent, ha lehet. Na most egyesítem a három réteget, így. Most beállítások, árnyékoljuk, tehát az árnyékolás lesz 5 és 5, 50%, és a sugarat tesszük 10-re, oké, okay. És árnyék egyesítés, de amint látom, ez nem nagyon jó helyen van, de egy kicsit arrébb lehet így húzni. Megint beállítások, árnyékoljuk, mínusz 5, és mínusz 5, a többi marad, és újra árnyék egyesítés. Most lelépünk a háttérre, behozunk egy új réteget, üresen, kitöltöm a hátszínnel. És van egy maszkunk, amit a mappában meg fogtok találni, ezt leokézzük. Itt is beállítások, árnyékolás, de ide az árnyékoláshoz teszünk 0, 0, 100%, és ide csak egyet a sugárhoz, oké. Okay. És árnyék egyesítés. Így.
újra lelépek a háttérre, behozom a tájképet, ezt kimásolom, ide beillesztem új rétegként, az átlátszatlanságot 50-re teszem, és a normál keveréket fényességre. Így. Na most szűrök AP Distort Shift Mesh, és az alapbeállításokat hagyom és lekészítem. Szűrők élesítés Micro Contrast 12-vel és OK. Most kijelölöm a poligonnal ezeket a kereteket, így. Ha lehet a közepén, hogy ne menjünk ki a kereten kívül, így. Ha lehet, ha én sem megyek mindig a közepén, csak éppen ne a keretén. Se itt ne legyünk kint, se ott ne legyünk kint. Így. Most megnyomom a CTRL-t, és tovább kijelölöm a másikat. A billentyűzeten a CTRL-t, bocsánat, azt nem mondtam. Így. Így. És még van egy. Úgy, na most réteg új üres. Oké. Ezt a réteget a maszk fele helyezem el. A kijelölést megjelenítem, és ide kijelölés beillesztése méretbeállítás. Oké. És meglátjátok, hogy megjött a tájképünk. Ezt megkettőzzük, egyesítjük a rétegeket, és szűrők, élesítés, mikrokontraszt. Itt már hagyjuk ugyancsak így, oké, 12-n. A normál keverékmódot fényességét teszem. Na most léphetünk tovább. Veszem a maszkot, és megkettőzöm. Meg a hátteret is megkettőzöm. Na most az egyik maszkot lehozom a két háttér közé, és a maszkot a háttérrel egyesítem. Na most, hogy ne legyen éppen ennyi itt, hogy még lássuk is, hogy mit csinálunk. A kereteket egyesítem a tájképpel. A másik maszkot egyesítem egyszer a nagy tájképpel, és utána egyesítem a háttérrel. Most ezt a kettőt. Na, akkor menjünk tovább. A hátteret, ennek adunk egy szűrő, Muramaster, Perspective Tealing, és lesz 100, és itt lesz pedig 20 a height, a magasságát tesszük 20-ra, így. Itten ezt átváltom az előszínemre, oké. Tehát megvan ez a hátterünk. Most a réteget nekünk kell méretezni, de az arányokat kiveszem, mert nem szeretem. És akkor megfogom, és itt kisebbre teszem. Meglátom, hogy mennyire.
tehát így körülbelül. Mindjárt megnézzük. Á, még egy kicsit. És még egy icipicit kéne felfele menjünk vele, jó lesz így. És most rögzítem. Bocsánat. Ezt a beállításokkal árnyékolom ezt a réteget. Hát ne legyen ilyen sok, legyen csak 4, 50. És a sugarunk legyen 12. Oké. Árnyék egyesítés. Na most a mappánkban megtaláljuk a csajt is. Hú, azt hiszem, hogy éppen ez. Ezt kimásolom. Ide beillesztem új rétegként, de mivel hogy túl kicsi, méretezem és nagyobbra teszem a csajunkat. Hát, tegyük ide, valahogy, így. És itt hozzuk lejjebb egy picit, megszélesítsük meg így. Tehát nézzétek, rögzítés. Nézzétek, itt is látszik a képből valami, meg itt is látszik egy kicsi a képünkből. Hát azért még a csajunkat helyezhetjük így is. Ki ahogy szereti. Na most szűrök. Élesítés, erősebb élesítés, hát 25-tel jó lesz, oké. Okay. És a beállításokkal adunk neki egy árnyékot, mondjuk 4-4, meglátjuk mindjárt, ezt 50-re tesszük. És legyen 12. Hát, ahogy látom, jó lesz, oké. Okay. Árnyék egyesítés, és újból most adunk neki egy árnyékot, de most mínusz 4-jel. Mínusz 4 és mínusz 4, oké, és újra árnyék egyesítés. Na most menjünk, lépjünk tovább, van nekünk egy feliratunk, azt hiszem ez az. Szép napot, de aki szereti, hogy szép estét, mert különben az lenne jó. Ki ahogy akarja, a szöveget ki lehet törölni, lehet ide más szöveget írni, vagy mások berakni, mindegy. Ezt kimásolom, ide beillesztem, de valahol van, ó, itt nem is látszik nagyon, inkább elhozom ide le, és egyszer adok neki egy, a beállításokkal árnyékolom, legyen 2-2, úgy, 50, és a sugár legyen 1, és oké, okay. Árnyék egyesítés, és most ezt torzítással megfogom, és lehozom, így, hogy egy kicsit torzítsam el, tehát akárhova lehet tenni, ide-oda, ki ahova szereti, de az hogy a födön legyen, na. Hagyjuk így. Na most szűrök, élesítés, mikrokontraktusztal egy kicsit élesítek rajta. Oké. Okay. Mivel hogy a csajunk ilyen szélről van, ide az oldalra nem rakok semmit. Na most menjünk tovább. Ezek mind kész vannak, akkor réteg egyesít minden réteggel. Ez a szép napot valahogy nem nagyon jól néz ki itten. Nem sok látszik bennőle, tehát visszamegyek, megpróbálom valahogy adjak neki a szűrőkkel színek, színes fólia, és adjuk neki az előszínt, lássuk akkor milyen lesz. Hát is sokkal jobb lesz, marad így. Tehát átszínezzük a színekkel. Na most réteg egyesít minden réteggel. Na, akkor mehetünk tovább. Kép külső keret. Adunk egy 2 pixeles keretet egyszer az előszínnel. Oké. Okay. Most adunk még egyszer egy keretet. Ez
lesz 20 pixel, jaj, nem 220, bocsánat, 20 pixel a hátszínnel, így a varázspálcát zéróra teszem, és ezt a keretet kijelölöm. Na most szűrök meddi wavy lap, itten lesz 5, és a radián, és ezt az utolsó szint átteszem fehérre, így, oké. Okay. Na most a kijelölés marad, szűrök, filter unlimited, abban van egy olyan, hogy paper textures, paper kasi, és van egy olyan beállítás, hogy 118-89, és oké. Okay. Na most szűrők, domborítás, domborítjuk. Így, tehát jobban kihozza így a színeket. Most, vagyis a domborítással jobban kijön a szél. Kijelölés, inverse kijelölés. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr. És adunk neki egy ötös szélességben átlátszatlanság 60, külső egy ilyen kontúrt, kijelölés elrejtése. Na most még adok neki egy kicsi keretet, kép külső keret, ez már 2 pixeles lesz a hátszínnel, oké. Okay. Tehát így kész a képünk. Veszem a, megkeresem persze a szignót, ezt kimásolom, rárakom, így, egyesítem a rétegeket, és a képet képméretezve 800-ra teszem a szélességét. Oké. Okay. Most felrakom, nagyobbra lássátok. Tehát ennyi a képünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. További jó szórakozást kívánok a szerkesztéshez. Sziasztok!